Az ökölvívás Dombováron már az 1970-es évektől elérhető. Lampert Gábor volt az, aki több serdülő országos bajnokot nevelt ki, és több válogatott versenyzőt készített fel a bajnokságra. A róla elnevezett edzőtermet a Dombovár 2004 Egyesület üzemelteti. Az Egyesületünknek számos tagja van, fiatal gyerekekkel foglalkozunk, amatőr boxolókkal. Dombováron az ökölvívásnak hosszú évtizedes múltja van. Rengeteg versenyzőt neveltek ki, olimpikonokat is, többek között a Paksi Jasének az utánpótlás csapatát is itt, csapatának egy részét is itt készítették fel. Az edzőtermet hobbiból üzemeltetjük, tehát én is, a társam, illetve én a szabadidőnket áldozunk fel azért, hogy itt a gyerekek sportolhassanak. Igazából a befogadó képességünk az véges, tehát nem tudjuk azt felajánlani, hogy itt reggeltől estig edzéseket tartunk. Naponta, illetve hetente 3 alkalommal van edzés, hétfőn, szerdán és pénteken, és ezen a napokon tartunk 2-3 órába edzéseket. Azon kívül az edzőtermet felajánlottuk másoknak is, tehát itt többen is tartanak edzést, tehát én fitness köredzéseket tartanak más egyesületek vagy más személyek. Egyesületünk tagsága az változó, tehát maga az egyesület az megint egy létszám, illetve az idejáró sportolók az megint egy más létszám, hát körülbelül ez a gyerekeknek az aktivitásától függ, tehát ilyen 15 és 30 gyerek között változik a létszámunk. A terem ajtaja nyitva áll azok előtt, akik nem riadnak vissza ettől a sporttól. Az egyesület által tartott edzéseket nemtől függetlenül látogatják a fiatalok. 6-7 éves a legfiatalabb, velük még nagyon nehéz foglalkozni, illetve 16-17 éves, illetve van olyan tagunk, aki 21 éves. Tavaly kezdtük el itt az üzemelést ebbe a terembe. Versenysportolókat még nem neveltünk ki, de tervünk az, hogy kisebb pofonpartikat fogunk tartani, sőt, már idén is lesz egy ilyen, ha sikerül összehoznunk. A stresszoldásra is alkalmas sport növeli a gyorsaságot, a dinamikusságot, valamint segíti a kitartás kifejlődését is. A változatosság azért ebben a sportban sem árt, éppen ezért használták ki a baráti kapcsolatokat az egyesület vezetői. A Decsi Ökölvívó Klubnak a fiatal sportolóit hívtuk meg egy közös edzésre. Régi kapcsolat révén vettem fel a kapcsolatot velük, és kerestem meg a vezetőjüket, és örömmel vették a meghívást. Ez az első ilyen alkalom, hogy más egyesületet látunk itt vendégül. Majd a tapasztalatoktól függ, hogy mi lesz a folytatás. Ez egy felmérés nekünk is, hogy hol tartunk a munkával. Tehát a gyerekeknek is egy visszacsatolás, hogy nem a szokásos edzőpartnerekkel edzenek, hanem olyan személyekkel, akikkel még soha nem találkoztak. Komoly bemelegítést követően a tervünk szerint a ringbe szállunk, és egy szabad kesztyűzés, egy irányított kesztyűzés fog következni, ahol a srácok összekerülnek egymással, és felmérhetik a tudásukat. Aztán nyilván levezetésként majd egy erőléti edzés is lesz. A jól felszerelt terembe örömmel érkeznek a fiatalok az edzésekre. Krisztián másfél éve döntött úgy, hogy teret enged annak a vágyának, hogy kipróbálja magát ebben a nagyon dinamikus edzésformában. Szerintem nagyon jót tesz a testmozgás, és mostanában a fiatalok körében ez eléggé megváltozott, ugyanis mostanában mindenki csak a gép előtt ül és nézi a virtuális világot. Számomra ez egy óriási élmény, hogy ide kerülhettem. Én mindig szerettem volna egy komolyabb küzdősportot csinálni, de úgy maradok a hobbi szintnél, ami nekem úgy megfelel. A legtöbb edzés abból áll, hogy bemelegítünk, kicsit zsákolunk, utána bemegyünk, és hogy főként, hogy együtt vagyunk, és hogy rengeteg sok dolgot csinálunk, így együtt edzegetünk, illetve igen, nagyon sok mozgást végzünk. Két-két sarok van, ugye, ami egymással szembe van, a két egymással szembe lévő sarok, ugye, és hát ott egymással megmérkőzik a két ellenfél. Ilyet minden edzésen csinálok, illetve csinálunk, akik így ide járnak. Eredmény szempontjából igazából én csak az saját élményeimet tudnám felsorolni, hogy miket éltem át. Nagyon pozitív dolognak élem meg azt, hogy a srácokkal boxolhatok, ugyanis
nagyon ügyesek, és rengeteget lehet velük fejlődni. Az ökölvívást 10-12 éves korban javasolt elkezdeni. Nem kell hozzá különleges adottság, de a gyorsaság és a jó állóképesség mindenképpen szerencsés tulajdonság. A Dombóvár 2004 Egyesület várja a sport iránt érdeklődőket.